Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy Ikerláng szerelmi jóslás. Hogyan tovább? Mi történik a párkapcsolatot illetően? Itt Ikerláng szerelemről van szó. Ez egy általános jóslás, de biztos vagyok abban, hogy valami szól neked is, hiszen nincsenek véletlenek, az sem véletlen, hogy épp most ezt a felvételt megtekinted. Persze van arra lehetőség, hogy kérj tőlem egy Ikerláng szerelmi jóslást, hogyan tovább. Ennek a díja 4000 forint. Asztrológiával kiegészítve 10.000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt ez a férfi jelenti a te jelenlegi helyzetedet. Ha te egy férfi vagy, akkor te állsz itt a középpontban. Ha egy hölgy vagy, akkor ez a férfi a te Ikerláng szerelmed. Mi foglalkoztat téged a gondolataidban, erre utalnak az utak. Látni akarod őt, hiszen szeretnéd azt, ha a sors utatok kereszteződnek. Az utak jelentik a döntéseket is, amikor elgondolkozol azon, hogyan tovább, milyen irányba. Vagy elvárod azt, hogy ez a férfi, tehát hogy ő hozzon fontos döntéseket. Itt ez a 4 levelű lóhere utal a te érzelmeidre. És ez a 4 levelű lóhere szerencsét hoz. Tehát boldog leszel vele, megvan ez a hited. Itt látható ez a torony, ez utal a múltra, kármikus témákra, mindarra, amit átéltél a korábbi életedben. Itt bepillantunk a mélybe. Itt ez a torony akkor azt jelenti, hogy fogva érezted magadat annak idején, hiszen voltak félelmek, bizonytalanságok, voltak nehézségek, korlátozások. Hogy tudod ezt megoldani? Itt jelenleg erre utal a kereszt, hogy legyen meg a hited, hogy ő a te lelki társad. Azon kívül ez a kereszt jelenti azt is, hogy a sors, utatok kereszteződött és kereszteződni fog. Ez jelent egy kármikus kapcsolatot kettőtök között. És hogyan tovább részedről? Itt látható ez a medve, jelenti a te erődet. Ez az erő lehet a belső erő, a hited is. A gólyák azt jelentik, hogy mi a feladatod, mit kell tanulnod, és a gólyák jelentik a változásokat, hogy ne félj a változásoktól. És most megnézzük az ő kártyáit. Az ő jelenlegi helyzetére ez a hegy utal. Ez jelentheti a korlátozásokat, a problémákat, a nehézségeket, vagy jelenleg még az ő hideg-rideg tartását. A könyv jelenti az ő gondolatait. Lehet, hogy tervez egy továbbképzést, vagy tanulni akar valamit, de a könyv utalhat az ő zárkózottságára is. Itt alul megjelenik a szív, tehát a szerelem, és jelenti az ő érzelmeit. Ez a férfi szeret téged, vagy szerelmes beléd. De itt vannak a korlátozások, itt vannak a titkok. Nem beszél erről nyíltan. Mit fog tenni? Itt látható ez a levél, tehát jelentkezni fog nálad. És mit tervez a későbbieket illetően? Mi köt össze benneteket? Itt van a gyűrű, tehát megmarad a kapcsolat, mindig visszatér hozzád. Sőt, Ez a gyűrű azt is jelentheti, hogy tervez veled egy eljegyzést, vagy egy házasságot. És ez volt az Ikerláng, szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.